2013-ban új sorozattal jelentkezünk a Kutya Világ Kiállítás jegyében. Az első részben a kutyák egészségével és a prevencióval, azaz a betegségek megelőzésével foglalkozunk. Adásunk második részében dr. Gémesi Györggyel folytatjuk a világkiállítás védnökeinek bemutatását. Május 16-ától 19-éig Budapesten a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete látja vendégül a világ legszebb kutyáit. Több mint 20 ezer kutyát várnak a világkiállításra. Ez az esemény a legrangosabb a kutyatartók életében, hiszen minden gazdának vágya egyszer, hogy kutyája elnyerje ezt a legmagasabb címet, a világgyőztes címet. A mai nappal elindítunk egy 6 részes sorozatot a világkiállítás főszponzorának táplálkozási szakértőjével. Dr. Berkényi Tamás állatorvos abban fog önöknek segítséget nyújtani, hogy hogyan készítsék fel kutyáikat e rangos eseményre. Természetesen a sorozatunk témái az egészség, a nevelés, gondozás, táplálás, minden felelős gazdának a feladata, függetlenül attól, hogy részt vesz-e a világkiállításon a kutyája vagy sem. Remélem, hogy a sorozatunk témáival minden kutyatartó felelős gazdává válik, és májusban, ha kilátogatnak a világkiállításra, elmondhatják, hogy tulajdonképpen az ő kutyájuk is lehetett volna világgyőztes. A sorozat első részében az egészséggel szeretnénk foglalkozni, azt körüljárni, hogy mi biztosítja a kutyák egészségét, mi az, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy egészséges legyen, és ha megbetegszik, akkor minél sikeresebben meg tudjuk gyógyítani. Hát ide nem szeretnénk kerülni. Az Állatorvosi Tudományi Egyetem műtőjénél vagyunk. Mindannyian egészségesek szeretnénk lenni. Az egészség a legfontosabb, csak egészség legyen, szoktuk mondani. Mindent elkövetnénk annak érdekében, hogy egy betegséget elkerüljünk, azaz megelőzzünk. Ezt nevezzük prevenciónak. Van egy ismert közmondásunk, amely pontosan kifejezi a prevenció lényegét, jobb félni, mint megijedni. Milyen preventív beavatkozásokat, eljárásokat tart fontosnak a kutyák számára? Én talán onnan kezdeném, hogy aki kutyát szeretne magához venni, egy család, vagy akár egy-két ember, annak mindenképpen el kell gondolnia, mielőtt elkezdi kitalálni, hogy mondjuk milyen fajtát kíván megvásárolni, vagy beszerezni, hogy alkalmas-e ő maga vagy a család egy felelős állattartási szolgálatra, amely ugye onnantól kezdve, hogy megvásároljuk a kölyök kutyát, onnantól kezdve akár 10-12-14 évet is kvázi szolgálatot jelent. Tehát ez hasonló, mint egy gyerekvállalás, ezt előre át kell gondolni, hogy ennek a tartás körülmények vonatkozásában az adott kiszemelt egyednek, fajtának a mozgásigényét tekintve alkalmasak vagyunk ezek feltételeknek a megteremtésére. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy igen, akkor ezt követően ugye meg kell találnunk azt az ideális fajtát, ez a következő, ami ugye szükséges, ezt nyilván a saját körülményeink határozzák meg, illetve a fajta mozgásigénye, ellátási igénye és így tovább jelen vonásai. Ezt követően, és ez már innen kezdődik a prevenció is, tehát a megelőzése esetleg és későbbi betegségeknek, illetve az egészség megőrzése, hiszen az adott fajta, amit kiválasztottunk, annak az egyedének a takarmányozási, ellátási igényeinek a kielégítése egyenes arányban van azzal, hogy az egészségét mennyire tudjuk biztosítani, megőrizni, akár mi magunk, mint tulajdonosok közvetve, és hát hogy tudjuk majd igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyek segítenek a betegségek megelőzésében, illetve a kialakult betegségeknek a kezelésében. A következő stáció az, hogy a megfelelő fajtát, illetve a kölyköt magunkhoz véve
mindenképpen egy egészségvizsgálatra, egy általános áttekintő egészségvizsgálatra el kell vinnünk őt egy olyan kollégához, állatorvoshoz, aki mondjuk például a környéken lakik, aki közel van, aki mindig elérhető, vagy legalábbis kvázi családorvosként tud majd későbbiekben szerepet vállalni a kutyusnak az életében. És ott egy általános felmérő vizsgálatot kell kérnünk. Ezt a kollégák tudják, ez ugye természetesen egy általános fizikális vizsgálatból, tapintásos, megtekintéses, tapintásos, hallgatózásos vizsgálatból áll, amelyel már kiszűrhetők olyan vele született betegségek, amelyek esetleg nem rejtettek voltak ugye a laikusok számára is, az állatorvos viszont azért van, hogy ugye ezeket fölfedje. Illetve hát természetesen ezen elsődleges állatorvos vizsgálat során kerül sor az első oltás beadására, az első féregtelenítésre, és minden olyan dologra, amit a kollega szükségesnek lát, és hát természetesen mód van arra, hogy konzultáljanak az adott fajta egészségügyi problémáiról, tehát egy informálódás lehetősége megvan. Na most ez a bizonyos állatorvosi partnerség, ezt meg kell tartani a kutyus életében végig. Tehát mindenképpen kell egy biztos pont a család vagy az állattartó számára, hogy kihez fordulhat későbbiekben, és természetesen ez az állatorvosi ellenőrzés, ez rendszeres kell, hogy legyen. Ugye elsősorban az oltások kapcsán, féregtelenítések kapcsán, illetve bizonyos fajtáknál, bizonyos vizsgálatok kapcsán. Gondoljunk itt például ugye csípődiszpláziára, könyökdiszpláziára kifejezetten szűrési lehetőségek vannak, és hát egyre inkább kellenek is, hiszen ezek a betegségek csak úgy küzdhetők le hosszabb távon, hogyha ezek ki vannak szűrve, ezek az egyedek, és ezek nem kerülnek mondjuk tenyésztésbe, hanem ezek mondjuk egy ivartalanított állatként életüket vígan leélve nem örökítik tovább ugye a genetikai, hibás genetikáját ezeknek a betegségnek, amelyek ugye jó részt genetikai háttérrel bírnak, és csak minimálisan környezeti hatások által befolyásoltak. Természetesen a megelőzéshez hozzátartozik az is, állatorvos kollégák tanácsot tudnak adni, hogy milyen táplálkozási és tartási körülményeket kell biztosítanunk az adott egyednek, az adott fajtának. Tehát itt ugye a legfontosabb körülményeket, elsősorban a táplálkozási körülményeket ugye biztosítanunk kell. Ezt ma már ugye a kész, jó minőségű prémium tápok elérhetőségével automatikusan biztosítani lehet, és ez az egyik legfontosabb megelőző preventív tényező is, hiszen hogyha megfelelő mennyiségben és minőségben tápanyagok állnak rendelkezésre, és ezekben a bizonyos klinikailag kipróbált és megkomponált táprecepturákban ez megvan, akkor rendkívül sok betegség megelőzhető, hogy itt különböző fajta, illetve korspecifikus ugye lehetőségek vannak ezen diéták, illetve hát tápok beállításánál, tehát ez rendkívül sokat csökkent a várható betegségeken. Na most nyilván minden betegség nem lehet megelőzni, tehát abban az esetben szintén egyfajta félig megelőzés, hogyha időben fordulunk a kollégához, már az állatorvos kollégához, tehát nem hagyjuk előre haladni a betegségeket, hanem amint bármilyen rendellenességet találunk, ezek nyilván banális tünetek lehetnek, hányás, hasmenés, köhögés, stb., akkor azt mielőbb a kollégával tisztázni kell, azzal a kollégával nyilván, aki a családorvos szerepét betölti, és természetesen, hogyha ő megakad egy diagnosztikában, vagy egy lehetőség korlátozás miatt nem tud minden vizsgálatot vagy terápiát elvégezni, akkor például mi, mint szak klinika, ugye szívesen állunk rendelkezésre, és a kollégákkal jó kapcsolatot építve végülis egy magasabb színvonal diagnosztikát tudunk, és esetleg speciálisabb terápiát tudunk biztosítani. Tehát tulajdonképpen az időben való állatorvoshoz fordulás is egyfajta prevenció, hiszen megelőzzük a betegség súlyosbodását, vagy egy olyan stádiumba kerülését, ami már nem lehet változtatni. Jaj, sziasztok, bocsánat, csak rohanásban vagyok. Gyertek, pattanjatok be! Jaj, bocsánat, hogy ilyen rohanásban vagyunk, de hát az életem az folyamatos rohanás. Hát kutyafuttában közlekedem, mint általában. Jó vagy, gyerek? És hát elkezdődött nálunk is az újabb a zenekarnál, a Back to Work zenekarnál, és hát ilyenkor az ember ugye a rohanásban folyamatosan, de hát egyébként is egy nagyon rohanó életet élünk. De hát vannak örök kérdések, mind kutyásoknak, mind leendő kutyásoknak, illetve nem kérdések, hanem kérések. Ugye itt nagyon fontos a felelős állattartás, amihez én azt gondolom, hogy Magyarországon még mindig nem nőttek fel az emberek. De még én is tanulom. Egyik legfontosabb dolog az, amit megtanultam az évek során, hogyha az ember
bármilyen nemű állatot szeretne tartani, akkor először magának tegye fel azt a kérdést, hogy az tényleg szeretnie. Egyik fő oka annak, hogy ennyi állat van az utcákon, hogy az emberek nem gondolják végig az állattartást. Néhány fontos ismérv, amit én az utóbbi időben tanultam meg, az első nagyon fontos az, hogy hivatalanítsuk az állatokat a nem kívánt terhesség elkerülése érdekében. A másik, a csípek, a csípeltetés az nem azért van, hogy az embereket felbosszantsák, hanem azért, hogy adott esetben, amikor a kutya elveszik, akkor megtalálják a gazdáját, vagy egyáltalán a kutya kérdés kordában lehessen tartani. A szotyinak egyébként nem csak csípje van, de útlevele is. És hát a harmadik, hogy most már 10 éven fölül van a szotyi, és nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor már azért az idősebb kori problémák, mint az ízület, a súlygyarapodás, ezeket kordában kell tartani, most már én mindig nagyon odafigyelek erre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a fő szempontok, ami alapján én állatot tartok, ezt javaslom másnak. Én egyébként egyfajta pszichológiai vizsgához kötném az állattartást, bár ezzel már sokan megkülönöztek érzést, sokan idiótának, illetve minden más év titulussal elláttak, és azt mondták, hogy nekem kéne pszichológushoz mennem. Lehet, hogy így van, én mégis azt gondolom, hogy hogy a felelős állattartás az időlel a fejlett. Bocsánat, hogy csak ennyi fér bele nekünk, de hát sajnos rohanás van. De hát remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Véleménye szerint a magyar felelős állattartók hány százaléka gondolkodik ilyen preventív módon? Hát mondjuk számot statisztikailag ugye nehezen tudnék mondani, ez inkább csak saját tapasztalat, hogy nem állunk jól, de mindenképp javuló tendenciát mutat ez a maga tartás vagy attitűd a mai magyar állattartónál. Hát egyszerűen azért, mert ez a preventív gondolkodás kikényszeríti önmagát, hiszen ahogy az idő telik előre, ahogy az információ dömping ugye éri a tulajdonosokat is, állattartókat is, az internet, a televízió, tehát a média felől. Előbb vagy utóbb leesik mindenkinek a úgymond a tantusz, hogy hát bizony a megelőzés az mindig egy minden szempontból jobb, és hosszabb távon még akár kifizetődőbb is nyilván, mint egy bajba bekerülni, és onnantól már ugye nyilván nehezebben kikerülni, vagy egyáltalán nem kikerülni. Ugye még a 80-as években ugye mindenki tudja azt, hogy mindig a nagyállatok, tehát a gazdaságállatokkal kapcsolatban volt ez a preventív gondolkodás, ugye, mert ott mit kellett, ugye járványokat kellett megelőzni, illetve a nagy ugye gazdasági veszteségeket. A mai napig ugye ez a gondolkodás benne van a nagyállattal és gazdaságállattal foglalkozó kollégák fejében, és ezzel kapcsolatos populációnak, ugye embereknek a fejében, állattartóknak, gondozóknak. A kis állatnál ezt meg kellett tanulni, de hát még azért az iskolapadban ülünk. Van még tenni valamit. Ne felejtsük el tehát a műsor kezdetén elhangzott közmondást, jobb félni, mint megijedni. Gondoljunk a prevencióra, ebben az esetben csak azért jövünk az Állatorvosi Egyetem klinikájára, vagy bármelyik állatorvosi rendelőbe, hogy a preventív szűréseket végezzük el, nem pedig azért, hogy gyógyítsák az állatunkat. Ez nem kacsa, ez egy féreg az ön kutyájából. Féregtelenítse kutyáját 3 havonta. A város tele van kutyaszarral, én felszedem, te miért nem? Ezeket a képeket egyre többször fogjuk látni a következő hónapokban.
Az idei év májusában ugyanis Budapesten rendezik meg a Kutyavilág kiállítást. Adásainkban mi is többször fogunk foglalkozni ezzel a nagy érdeklődéssel vált eseménnyel. Most a világkiállítás egyik védnökét mutatjuk be önöknek. Nyilván gyerekkorom óta szeretem az állatokat, annak idején még állatorvosi pályában is gondolkodtam, és tartottam állatokat, nyulakat, csirkéket, és természetesen a kutya is közel állt a szívemhez, és azóta is, ha nem is mindig, de ahogy az életem megengedte, volt kutyám. Most is van kettő, és amikor két-három napra már elmegyek, akkor már hiányoznak, függetlenül attól, hogy nem vagyunk egész nap együtt. Egy ilyen folyamatos kapcsolat, azt gondolom, hogy hihetetlen segítség, és javíthatja az ember és a kutya közötti kapcsolatot. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenütt mindig így van, mert az emberek egy szűkebb része mégis felelőtlenül tárgyként használja a kutyát, és ha megmondja, kidobja, olyan kapcsolatot alakít ki vele, hogy azon az ő uralkodó hajlamait ki tudja élni, és innentől kezdve persze nyilván a kutya is deformálódik, lelki világa, az egész hozzáállása a dolgokhoz, bármennyire ragaszkodik a gazdájához, deformálódik, és adott esetben agresszívé válhat, nagyon sok ilyen esetet is látunk. De hát azért van az utcán kóbor kutya, és ez addig van, addig azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, akik állatbarátok vagyunk, felelősség, hogy embertársainkat neveljük arra, hogy ha már ezt a kapcsolatot kialakította, akkor azt úgy is alakítsa, ahogy annak a kapcsolatnak ki kell alakulnia, és ahogy az rendben van, mert a kutya sem és más állat sem használati tárgy. Emberileg is nagyon sokat állt az állatvédelem mögé, hiszen ugyanígy a elnökként számos rendezvény volt itt, és számos gyűlés volt. Ezekről egy pár szót mondani, hogy melyik volt, ami a legsikeresebb volt. A legutóbbi konferenciánk pontosan a MEO-ivel együtt megrendezve egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy áttekintsük az állatvédelem kérdését. Országgyűlési képviselők, állatorvosok, állatorvosi kamara voltak jelen, és azt gondolom, hogy nagyon jó előadásokat hallhattunk, és talán a szövetségen keresztül megjelent honlapon, újságunkban eljutott a polgármesterekhez is sok információ. Érdekes, hogy azóta már januártól hatályban lesz, hogy a csippet be kell építeni az állatokba. Itt még nem látom át pontosan azt, hogy ki hogyan fogja ezt kontrollálni, de elindult a folyamat, és ez a lényeg. Nem kell mindig apró részleteken fönnakadni, menni kell tovább ezen az úton, hogy minden kutya adott esetben kontroll alatt legyen, hogyha netán a gazdája miatt vagy nem amiatt közterületre kerül, akkor tudjuk, hogy hova lehet tenni, ki felelős érte, és ennek megfelelően kell majd a további lépéseket összerakni. Nagyon sok olyan dolog van még, ami nincs rendezve, de azt hiszem, hogy a kapcsolatunk a Magyar Ertényészek Országos Egyesületével kiváló, a személyes kapcsolat is, és fogjuk segíteni két nagy civil szervezetként egymást, hogy a törekvéseink, közös felületei azok jól alakuljanak. 2013 éve az egész világ figyelme fog Magyarországra fordulni, legalábbis a kutyatartók és kutyaszeretőké, amiben mind polgármester, mind védnök, mind a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is hathatósan részt fog venni. Ezt előre is köszönjük ugye a kutyások nevében. Miért döntött így, hogy segíti ezt a rendezvénysorozatot, és helyet adnak a társrendezvényeknek, különböző programoknak? Az, hogy Magyarország elnyerte ennek a kiállításnak a rendezését, ez egy óriási dolog, ez erősíti a nemzeti büszkeségemet és egy elismerés a magyar rettenyésztés irányába. Tehát ez a leglényegesebb dolog. Innentől kezdve nagyon-nagyon jól kell megcsinálni, és ebben minden hazafias elkötelezettségű embernek segíteni kell, pláne aki szereti a kutyákat, az ebbeket. A harmadik ilyen nagyon lényeges szempont, ugye Gödöllő, Kastély, Sziszi, aki szintén nagyon szerette az állatokat és a kutyáit, tehát nagyon sok olyan kötődés van, ami miatt nem csak, hogy segítek én személy szerint munkatársaimmal együtt ennek a sikerén dolgozni, hanem terepet is adunk a kiállítás egy részének, és azt hiszem, hogy ezzel aktívan be tudunk kapcsolódni magába ebbe ennek a néhány napnak a szervezésébe, aktivitásába, a sikerébe. Nagyon izgulok, mert minden ilyen dolog nagy kihívás, és bízom benne, hogy hozzáadott értékként még Gödöllőről én magam, a csapat munkatársai biztos, hogy olyan segítséget tudnak adni, amivel a sikerességet erősíteni tudjuk. Az Európa Kutyakiállítás után a 2013 évi világkiállításnak is elvállalta a védnöki posztját. Miért vállalta el, és mit vár ettől?
Ha az én nevem ad valamit hozzáadott értékként a rendezvényhez, akkor ez egy nagy megtiszteltetés, de hát nyilván innentől kezdve nekem is felelősségem az, hogy ez jól sikerüljön, és feltett szándékom, hogy mindent, ami ahhoz kell, és tőlem telhető, azt meg fogok tenni, hogy minden rendben legyen, és továbbra is a Magyar Tenyésztők Országos Egyesülete a világ egyik legelfogadottabb, elismertebb egyesülete tudjon maradni, és ezzel Magyarország hírnevét tudja öregbíteni. Én mindig azt mondom, hogy egy ilyen rendezvény, ez egy hungaroringnyi bevételt jelentett, direkt és indirekt bevételt az országnak, úgyhogy ez sem elhanyagolandó, hiszen itt szállások lesznek lefoglalva, éttermekben fognak költeni az emberek, és aki kutyatartó, az egyrészt ugye elkötelezett maga az ebtartás mellett is költségeit vállalja, ugyanúgy más költségeket is vállal, hogy ő a hobbiát jól ki tudja élni, tehát egy ilyen jellegű rendezvény, egy fantasztikus idegenforgalmi rendezvény, és generálja nyilván a továbbiakban is az idegenforgalom fejlődését. Nagyon fontos Magyarországnak, mert nem vagyunk most jó helyzetben, a világ sincs jó helyzetben, és az idegenforgalomban is, a vendégforgalomban is egy hatalmas verseny van, és ez egy jó lehetőség arra, hogy ebben a versenyben jobb pozíciót tudjunk elérni. Mit üzen a kutyakiállítóknak, az állatszeretőknek és gödöllőieknek? Hát azt, hogy ők is legyenek, különösen a gödöllőiek és a magyar kiállítók házigazdák ilyen szempontból, hiszen ők is számos esetben járnak külföldre, és őket is szeretettel fogadják, tehát egyrészt nekünk a házigazda szerepet kell nagyon erősíteni, a másik meg jöjjenek bátran, minél többen külföldről nevezzenek. A rendezvény minél ilyen szempontból monumentálisabb lesz, ami szerintem fontos annak érdekében, hogy 13 után is azok, akik akár a MEOE kérdését, akár a kutyatartás kérdése kapcsán másképp gondolkodnak, azok is érezzék azt, hogy ez valóban egy jó mulatság, férfi munka volt, hogy idézzem az irodalomból a költőt, és a továbbiakban is ebben a formában, ebben a konstrukcióban kell majd gondolkodni a magyarországi ebtenyésztők megszervezésében. Tudta, hogy a kiskutyák 66%-a férges Magyarországon? A műsor és a kutyák természetes tisztaságának támogatója a Biogens Kozmetikum család. Könyvelési partnerünk a Soljet Professionál. Együttműködő partnerünk a Yukanuba, a Kutyavilág kiállítás főtámogatója.